Az országgyűlés előtt fekvő turisztikai törvénymódosítás egységes szempontok alapján 1-től 5 csillagig tartó besorolás alá vonja valamennyi magyarországi szálláshelyet. Az országgyűlés előtt fekvő turisztikai törvénymódosítás egységes szempontok alapján 1-től 5 csillagig való besorolás alá vonja valamennyi magyarországi szálláshelyet. A változtatás célja, hogy megbízható minőséget kapjanak a vendégek, függetlenül attól, szállodába vagy magánszálláshelyre látogatnak. Több mint 10 országban működő minősítési rendszer 2022. januárjától indul, a besorolás költségeit pedig a turisztikai ügynökség ingyenesen végzi 2024-ig. A turisztikai ügynökség vezetője szólt arról, a jövő héten elfogadásra váró törvénymódosítás a szálláshelyekhez hasonló online adatszolgáltatást ír elő a vendéglátóhelyeknek és különböző turisztikai attrakciók biztosítóinak is. Fogalmazott, szándékuk, hogy a turizmus és a vendéglátás irányítása ne intuíciók alapján, hanem a nyugat-európai, amerikai multinacionális vállalatok mintájára, adatokra támaszkodva történjen. A parlament támogatásával jogszabályban rögzíthetik a turisztikailag kiemelt jelentőségű település fogalmát is. Az oltási igazolványnak továbbra is kiemelt szerepe marad az ágazatban, hiszen a koronavírus nem tűnt el. A turisztikai ágazat vezetői abban bíznak, hogy Magyarországnak nyárra sikerül elérnie a 6 millió beoltottat, amivel szerinte visszatérhet az emberek korábbi szabadsága. Megjegyezte továbbá, hogy a jelenlegi foglaltsági állapotok alapján talán még a tavalyi nyárnál is erősebb forgalom várható a magyarországi szálláshelyeken.